Ugyanerre a hatos út irányából Fácánkert felé haladt az a férfi a kis motorjával, akit 2017. júliusában ezen az úton gázolt el az ittas férfi. Az apja kölcsön BMW-jével a megengedett legnagyobb sebességnél többel 120-szal frontálisan csapodott az autó a mopedbe. A kismotor sofőrje a helyszínen meghalt, és az autóban ülő kettő utasból egy könnyebben megsérült. A balesetet okozó fiatal ügyében most született ítélet. Jelen esetben a baleset miatt vonta felelősségre a vádlottat a bíróság, amely egyébként ittas halálos járművezetés esetén 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett. Azonban, mivel ezt a bűncselekményt egy korábbi próbaidő alatt követte el a vádlott, ezért a bíróság a próbát megszüntette, és halmazati büntetés szabott ki, így a halmazati tételkeret is súlyosbodott, 2-10 évig terjedő tételkeretben gondolkodott a bíróság. Vagyis, mivel a férfi korábban már állt más bűncselekmény miatt bíróság előtt, szinte biztos volt, hogy több évre börtönbe kell mennie. A szekszárdi járás bíróság halált okozó ittas járművezetés büntettében és zaklatás vétségében mondta ki a vádlott bűnösségét, ezért halmazati büntetésül 5 év végrehajtandó börtönbüntetésre és 6 év közúti járművek vezetésétől eltiltásra ítélte. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a vádlott és az ügyvédje enyhítésért fellebbeztek.